Csángó falu interaktív kiállítás ismét megnyílt a Lehel Vezér gimnáziumba a Csángó Fesztivál keretében. Mitől interaktív és mitől más ez a kiállítás, mint a többi, mitől más, mitől tudunk meg többet a csángókról, mint egy egyéb kiállításon, egy tájházban, vagy egy barangolásunk alkalmával. Üdvözlöm a kedves nézőket! Azért interaktív, bár ez a csángó szó az nem igazán illik, de hát tulajdonképpen az van, hogyha ide valaki betér, akkor mi kezébe adjuk, kézzel foghatóvá tesszük, vagy akár föl is öltöztetjük, és elmeséljük azt, hogy a moldvai csángók hogy élnek, hogy éltek régen, hogy készítették a szőtteseiket, a viseleteiket, a keptárjaikat, milyen szokások voltak a hétköznapokban, a ünnepnapokban, és hát aki ide bejön, az nem úgy jön ide be, hogy mint egy múzeumban, hogy semmit a kéznek, hanem bármit kézbe lehet fogni, ki lehet próbálni. Tényleg, hogyha valaki szeretne, föl is öltöztetjük, hogy milyen volt egy ilyen viselet, hogy lehet benne.